Versenyeknél csak a ló teljesítménye számít, míg a lovasportoknál előtérbe kerül a lovas teljesítménye is. Az angol mintájú lóversenyzést Magyarországon gróf Széchenyi István és báró Wesselényi Miklós honosította meg. A lóversenyről sok mindent kellene, sok mindent lehetne tudni, mert az emberiségnek az utolsó 300 évében egy igen komoly jelenet volt a lóverseny, úgy társadalmi jelenet, mint sportjelenet, úgy, mint gazdasági érték. Tehát akkor, amikor az angolok úgy durván 300 évvel ezelőtt kialakították azt a lófajtát, azt az angol telivért, amit a három arab törzsmémből, mondjuk igaz, hogy voltak még többek, de ők voltak a dominánsak, és abból a 45-55 Norman kancából, ami a General Studbookban benne van, az 1792-ben megjelenő General Studbookban. Tehát ezt tartjuk angol telivérnek, ezt tartjuk versenylónak. A galoppversenyt 2 évesnél idősebb angol telivérlovak futják, versenyvágtában, zsokéval a hátukon, különböző távokon. A nyertes a leggyorsabban célba érő ló. A galoppverseny fajtái a sík, a gát és az akadályverseny. Utóbbi 2 számban a lovaknak ugrani is kell. Magyarországra 1827. június 6-án futották az első lóversenyt, a Gubacsi dűlő szélébe, a mai Üllői út vonalán, a László kórház és a Gyáli út magasságában, és Széchenyi gróf, Széchenyi István volt az, aki először kísérletet tett arra, hogy hozzon versenylovakat Angliából, hogy elindítsa itt a tenyésztést, hogy a versenyzésnek találja meg azt a formáját, azt a módját, ahogy ezt törvényesen le lehet bonyolítani, és mi nagyon jól tudjuk, hogy Széchenyi, aki a Lovakról című könyvében megírta ennek az egész programnak a törvényességi rendjét, ő volt az, aki felállította azt a rendszert, ami a mai napig is hasonlóan működik. A magyar lóversenyzés és magyar tenyésztésű telivérlovak hamarosan világhírűvé váltak. Az 1876-os Epsom-termi nyerő kisbér az a világba nagy ázsióját teremtette meg a magyar lónak, mert kisbér kisbéren tenyésztették, tehát magyar tenyésztésű és magyar felnevelésű, vagy talán ha kincsemnek a nevét megemlítem, az 54 versenyben a világ minden táján, minden időjárási körülmények között, és minden pályaíven, és minden lehetetlen helyzetben egyetlen egy dolgot tudott nyerni. És azért ez azóta is a világ telivér tenyésztésének a legkiemelkedőbb csúcs teljesítménye. A lóversenyen a lovak teljesítményét mérik, azért hívják lósportnak. És nem érdekel az, hogy a zsoké mit művel a ló hátán, csak az a fontos, hogy 56 kiló legyen, 52 kiló legyen, a handicapperek által kiszámított szabályos súlyt vigye, és támogassa a lovat annak az elérés, annak a versenybe való legjobb szereplésnek az elérésére. Minden lovas futam előtt és után köteles mérlegelni, hogy testsúlya, kiegészítve a nyereg és a kengyel súlyával, megfelele a versenyprogramban meghatározott mértéknek. Amennyiben ez alacsonyabbnak bizonyul, a nyereg alatt elhelyezett kis ólomsúlyokkal pótolják a hiányzó részt. A korteher azt jelenti, hogy a különböző korú és fejlettségű lovak nagyobb súlyokat visznek a fiatalabbakkal szemben. A távok és a távok alatt a ló által vitt súlyok, ezek több száz éve kialakult viszonylatok. A 200-300 évvel ezelőtt lefutott verseny nyerője az idei évi nyerővel szinte összehasonlítható a képességekben. Tehát, hogy ez nem csak egyértelműen a tradíció védése, hanem az üzenet értéke, a folyamatosságnak a megtartása, az az eredményes tenyésztésnek is a biztosítéka, és ezáltal ez a sport hihetetlen nagy
rétegét mozgatja a társadalomnak. A galopló tulajdonságai, ami eredményessé teszik, az a tradicionálisan 300 éve zajló versenykipróbálás, az a versenykipróbálási forma, hogy lóversenytereken kipróbálják az egyedeket, 10-30-40 versenyt futnak életükbe, aztán visszamennek a ménesbe. A versenyeken a közönség fogadásokat köthet. Lehet fogadni tétre, helyre, befutóra. Ha a nyerő fogadások aránya magas, kicsi lesz az osztalék, ha kevesen találtak, akkor sokat lehet nyerni. Fogadhatunk egy vagy több lóra is. A tétfogadás azt jelenti, hogy az adott lovat nyerőnek várjuk. Ilyenkor a kasszánál először a fogadás összegét, majd a tétre szót, végül a választott ló programszámát kell bemondani. A helyrefogadás kínálja a legnagyobb esélyt a találatra, hiszen itt csak az a nyerés feltétele, hogy választott lovunk az adott futamban az első három hely bármelyikére fusson be. Alapjáték az ügetőn és a galoppon a befutó, amikor az első két lovat kell megtippelni. Ezt a játékot azért kedveli a közönség, mert túl azon, hogy sok kombinációs lehetőséget biztosít, a várható nyeremény határértékei is kitolódnak. A nagy nyereményeket azonban elsősorban a hármas befutó fogadások hozzák. Ebben a fogadási fajtában pontosan el kell találni az első három helyezett pontos befutási sorrendjét. A közönség a biztosíték a tiszta versenyekre, és azért, hogy a közönség ne csak azért álljon a korlát szélén, és várja, hogy melyik ló jön gyorsabban be a célba, ezért elkövette azt, hogy erre fogadásokat lehet kötni, bevonta az embereket, és ezáltal egy fogadási rendszer, egy sportélmény, egy ivadékvizsgálat közösségében együtt, egy hihetetlen gazdag és a társadalom nagyon nagy szféráját megmozgató jelenet volt.